Csúszda parkátadás, elkészült a Dózsa Kúria, babfőző és aratófesztivál, jássági rendezvú, megyei díjazások, majd a városi díjak átadása, és ezek csak a legfontosabbak. Számos fontos eseményt foglalt össze tájékoztatójában a polgármester a két ülés közötti időszak történéseiből. Ebből látszik, hogy a jásság második legnagyobb városa lendületben van és intenzív időszakot ért meg a pandémia harmadik hulláma után. Az elfogadott tájékoztatót követően a testületi ülés vezetője a kérdések-bejelentések szakaszban adott lehetőséget a képviselőknek a felszólalásra. Temetőkerítésével kapcsolatosan van-e lehetőség arra, hogy valamilyen pályázat útján vagy más módon szerezzünk arra pénzt, hogy olyan szép és elegáns kerítés legyen, mint például Jákóhal már megoldották, 5-6 millió forintból a tudomásom szerint, és szerintem ránk is ráférne egy olyan kerítés, főleg a főút mentén. Ha bármilyen lehetőség lenne rá, ragadjuk meg, én azt gondolom. A megoldás már a célkeresztben van, derült ki a városvezető válaszából. Meg fogjuk építeni a kerítést. Ugye valószínű, hogy picit több forrásra lesz szükség, mint Jákóhalmán, de valóban sokkal jobban néz ki ugye a kerítés azokkal a kerítés elemekkel. Pályázati lehetőséget fogunk rá találni az elkövetkező, akár az elkövetkező évet is, ha mondhatom, hiszen a Líderben is szeretnénk pályázni a kerítésre. Meglátjuk, hogy mekkora szakaszra lesz elegendő, egyébként meg majd visszük tovább, vagy önerővel pótoljuk a kerítésépítést. Felmerült továbbá a Vásártér csapadékvízelvezetésének rendezése, az útátvágások, útsüllyedések problémája, valamint a szelektív hulladékgyűjtők helyzete, ami a kamerák ellenére nem változott. A szelektív gyűjtők környékén minden második nap minden egyes szelektív gyűjtőt végigjárja a közfoglalkoztatás egy dolgozója össze, pontosabban nem egy, hanem egy kiskocsival összeszedik a hulladékot, és milyen egy köbméteres konténerekbe gyűjtve kiszállítatják a hulladék lerakóra. Kamerákat helyeztünk el változó vagy változó helyszíneken, és ennek volt is eredménye. Nem tudom, hogy erről a jegyzőasszony be tudsz-e számolni, hogy milyen eljárás indult a hulladékot illegálisan lerakókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Igen, ahogy polgármester úr is mondja, két olyan kamerát vásárolt az önkormányzat, ami egyik helyről a másikra nagyon gyorsan áttelepíthető. Ezt a közterületfelügyelőnek a napokban adtuk át feladatként, hogy innentől kezdve ez az ő feladata lesz, hogy gondoskodjon mindig az új helyszínekre történő áthelyezésről. Több olyan felvételt is lementettünk, és már átadtunk a rendőrségnek, ahol esetleg rendszám, tehát autóval vitték a hulladékot illegálisan lerakni, illetve van, ahol gyalogosan, és akkor esetleg a rendőrségnek a helyismeretére, emberismeretére van bízva, hogy felismerhető-e a tettes. Ezek mind átadásra kerültek a rendőrségre, még egyéb információval nem rendelkezem, hogy hol tartanak az ügyek, de amik nekünk a rendelkezésünkre álltak, azokat mind továbbítottuk az illetékes hatóságoknak. A további polgármesteri válaszok között kiderült, hogy az útátvágások javítása folyamatos, de a kis létszámú közfoglalkoztatotti csapat folyamatosan ellát számos feladatot, így amint van rá mód, akkor ezt is folytatják. A Vásártérre pedig pályázati forrásból szeretnék megoldani a kirakodó rész alatti térkövezést, illetve egy futópályát is terveznek köré. Örülök neki, hogy sikerült megoldani a Damjanics úton a parkolót, működik a 10 parkoló, és használják is az autósok, illetve azt is látom, hogy sikerült lezárni azt a területet, ahova járdán mellett, annak ellenére, hogy parkoló volt, állandóan parkoltak az autók, és már ki is zöldült a fű. Szintén jó hírként jelentette be Birkes Ferenc képviselő, hogy a JVS-en labdarúgó csapata az előző szezon alapján a sportszerűségi verseny első helyezettje lett. A rendeletek között a költségvetés szükségszerű módosítása után a temetkezést és a szolgáltatás szabályzó rendelet elfogadásáról tárgyalt a testület. A fenntartói jogot megkapta az önkormányzat, aláírásra került az egyházzal az erre vonatkozó szerződés, most pedig az üzemeltetésnek a jogát kell tisztázni, a szerződés alapján a önkormányzat kerülne szerződéses jogviszonyba a városüzemeltető Kft.-vel. A jogviszony tartalma az tulajdonképpen változatlan, ugyanúgy
került meghatározásra, mint ahogy az egyházzal is kapcsolatban állt a Városüzemeltető Kft., tehát sem térítési díjakban, sem egyéb feltételekben változást nem készítettünk elő. Az átszabályozás módosításai helyett így inkább egy új rendeletet alkotott az önkormányzat, melyet 8 igen szavazattal el is fogadtak. Az előterjesztések között a 2021-es pénzügyi terv első féléves teljesítéséről, a Jászapáti Városüzemeltető első féléves várhatóan nyereséges gazdasági tevékenységéről, a szociális alapszolgáltatások pályázat önerőbiztosításáról, egy állami tulajdonú ingatlan raktár önkormányzati tulajdonba kerüléséről, a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszer további csatlakozásáról és a JVS-e műfüves pályájának felújításához nyújtott támogatásról is döntöttek a Jászabádi képviselő testület tagjai. A nyílt ülést bezárom.